este nézvénket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pusztított a szélvihar, autókra dőlt fához és leszakadt tetőhöz is hívták a tűzoltókat. Átalakítják a parkolási rendszert Tamásiban, a Kossuth teret érintő változásokról egyeztettek a tervezőkkel a képviselők. Szilveszterkor késett, két férfit súlyosan, egyet pedig könnyebben sebesített meg a román férfi. Béri Balog Ádámra emlékeztek, a kuruc vezér vélt elfogásának helyszínén rótták le tiszteletüket. Fákat csavart ki és tetőket bontott meg a hétvégi szélvihar Tolna vármegyében. Hatalmas károkat okozott a csaknem orkán erejű szél. Két nap alatt 379 esethez vonultak a tűzoltók az országnak ezen a részén. Az egyik szekszárdi nézőnk küldte ezt a videót. Jól látható, hogy az épület komplett tetőszerkezetét bontotta meg a szélvihar a hétvégén. A Kinizsi utcában pedig négy parkolóautóra dőlt rá egy hatalmas fa. Bár az ország egész területén tombolt a csaknem orkán erősségű légmozgás, de különösen a Dunántúlon, így többek között Tolna vármegyében okozott jelentős károkat. A viharos szél kárainak felszámolása jelentette a legnagyobb munkát Tolna vármegye tűzoltóinak. Itt a hivatásos, az önkormányzati önkéntes tűzoltók, továbbá az önkéntes mentőcsoportok tagjai is mind 379 esetben mentek összesen. Tehát Tolna megye lakosságának védelme érdekében ennyi beavatkozás történt február 4-én, illetve február 5-én. Hétfőn pedig még mindig zajlott a hétvégi károk felszámolása a Tolnai vármegye székhelyen. A gyakran 100 km/órás sebességű szél gyökerestől fordította ki még az egészséges fákat is, amik sok esetben kerítéseket döntöttek ki, járművekre vagy az úttestre borultak. Nem ritka, hogy értelemszerűen teljes utakat, utcákat zártak le a kidőlt fák, így ilyen formában ugye közvetlenül a lakókörnyezetet, valamint a jármű és gyalogos forgalmat is veszélyeztették. Ezek felszámolása folyamatosan gyakorlatilag napirenden volt a két nap pont illetően. A szóvivő hozzátette, hogy személyi sérülés a két nap alatt szerencsére nem történt. A hétvégén a viharos szél okozta károk mellett egyébként hét tűzesethez is riasztották a lánglovagukat Tolna vármegyében. Nem csak hivatásos tűzoltók, civil mentő alakulatok is részt vettek a szombati viharkárok felszámolásában. A Szekszárdi Kutatómentő Egyesület önkéntesei például 16 helyszínen végeztek kárenyhítési feladatokat a Tolnai vármegye székhely és Siógár területén. Az elvégzendő feladatok java részét a veszélyesen megdőlt, kidőlt fák eltávolítása és a megrongálódott tetőszerkezetek részleges visszabontása, stabilizálása adta. Idén is lehet jelentkezni a Rákóczi Szövetség Diaszpóra programjára, ami a magyar kormány támogatásával valósul meg, mondta a Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Bonyhádi és Dombóvár térségének országgyűlési képviselője. Az államtitkár emlékeztetett, 2016-ban indult el a Diaszpóra program a Rákóczi Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés lényege, hogy a diaszpórából magyar fiatalokat hozzanak haza Magyarországra, illetve a Kárpát-medencébe, hogy megismerjék a magyar történelmet, kultúrát és tájat. Átalakítják a parkolási rendszert Tamásiban, erről döntött most a helyi képviselőtestület. A munka elkészítésével kapcsolatban már a tervezőkkel is egyeztettek. Parkoló autóktól zsúfolt Tamásiban a Kossuth Lajos tér. A város képviselőtestülete ezen a helyzeten változtatna most. Mindezt úgy, hogy a megállóhelyek száma és a zöld terület mértéke ne csökkenjen. A koncepció elkészült, a tervezésre szükséges pénz meg is van a költségvetésben, a kivitelezéshez viszont még hiányzik a forrás. A Kossuth tér rendkívül fontos a tamásiaknak, hisz a város történelmi főtere. Utoljára a 90-es évek végén került felújításra, legalábbis részben, akkor elkészült a Vürciskola fele menő sétány, illetve a gesztenyés és sor alakult át részben parkolóvá. Most sokkal komplexebb felújításban gondolkodunk. Megváltozott a világ, megnőtt az autóforgalom. Ugye a Vürciskola két régi tamási iskola egyesülésével jött létre, tehát jóval több gyerek vonul át naponta reggel és délutánonként ezen a téren. Az átalakítást a gyalogos forgalom biztonságossá tétele mellett a Városháza felújítása is indokolja, ugyanis az elkészült tervek szerint a polgármesteri hivatal homlokzata is változik majd az épület felújításakor.
Jótékonysági futóversenyt rendeznek Dombóváron, hogy a világbajnokságra kijutó helyi ugrálóköteleseket támogassák. A pénzgyűjtő sportrendezvényre március 11-én délelőtt 9 órakor a helyi Szigeterdőben kerül sor. A nevezési díj 2000 forint elővételben és 2500 a helyszínen. Az ugrálóköteles világbajnokságot idén nyáron az amerikai Colorado Springsben rendezik meg. Dombóváról 7 versenyző kvalifikálta magát a versenyre. Tavaly decemberben már érezhető volt a magyarok spórolási szándéka, ez derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Ezek szerint a 2022-es esztendő utolsó hónapjában a kiskereskedelmi üzletek forgalma közel 5%-kal csökkent a 2021-es számokhoz képest. A legnagyobb visszaesés az élelmiszerek tekintetében figyelhető meg, azokra közel 9%-kal költöttünk kevesebbet. A bútor műszaki cikk üzletekben 5,3, az iparcikk jellegű vegyesboltokban pedig 5,5%-kal mérséklődött az elköltött pénz mennyisége. Érdekessége az adatsornak, hogy aszerint decemberben közel 9%-kal több gyógyszert vettünk, mint egy évvel korábban. Késelési és emberölési kísérletté fajult a szilveszteri mulatozás Kajdacson. Az eset még 2021 legvégén történt. A külföldi állampolgárságú támadó ügyében most tartottak előkészítő ülést, a tárgyalást viszont el kellett napolni. Rendőrségi fotón, ahogy a már elfogott bilincsbe vert késelőt kísérik, a most 21 éves román állampolgárságú férfi 2021 szilveszterén támadt rá a szomszédjára, akivel néhány perccel korábban még együtt búcsúztatták az óévet. Az áldozatot a saját felesége és a kisgyermeke szeme láttára szurkálta meg egy 20 cm penge hosszúságú késsel a mellkasán és a vállán. Ezt követően egy másik szomszédjával is hasonló módon bánt el, aki megpróbálta őt megfékezni. Az egyik megszúrt áldozat fia teperte végül le, őt is meg akarta sebesíteni, ez viszont nem sikerült neki. A később menekülésbe kezdő brutális támadót Cece térségében fogták el az egyenruhások. A mostani tárgyaláson megtiltotta, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla. Az ügyészség mások mellett emberölés és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat. A Tolna vármegyei főgyészség 12 év fegyházban végrehajtani rendelt szabadságvesztésben, 10 év kiutasításban és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásban jelölte meg, amelyet változatlan tartalommal fenn is tart az ügyészség. A román állampolgárságú vádlotthoz kirendelt tolmács a tárgyaláson nem jelent meg. Az ügyész ezért arra kérte a bírót, napolják el az ülést. Álláspontom szerint ez akadálya lehet az eljárásnak a mai napon történő lefolytatásának, még akkor is, hogyha úgy nyilatkozik, hogy esetleg mindent megért, én úgy gondolom, hogy a tolmácsnak a jelenléte az nélkülözhetetlennek tűnik eljárás jogilag. A bíró végül elkezdte kihallgatni a késelő férfit, de hamar kiderült, hogy nem minden kérdést értett, ezért az előkészítő ülést elnapolták. A következő tárgyalásra február végén kerül sor. Részegen okozott balesetet egy férfi Dombóváron szombat éjjel, kereszteződésben csapódott neki egy házfalnak. Ugyancsak Dombóváron egy furgon vezetője pedig áthajtott a piros lámpán, majd nekivágódott a szabályosan közlekedő másik kocsinak. Ezek mellett a hétvégén több mint fél tucatnyi anyagi kárral végződő baleset történt Tolnavár megye útjain. Jelentős módosítások lépnek életbe a felsőoktatási felvételi szabályozásban 2023-ban és 2024-ben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkára. Hankó Balázs azt mondta, az idei felvételén már nem központi előírás az emelt szintű érettségi, ennek megköveteléséről az egyetemek, főiskolák saját hatáskörben döntenek. Nem lesznek központilag meghatározott minimum pontszámok sem. Újdonság továbbá, hogy a felvételi eljárás teljes egészében elektronikus formában zajlik. A jelentkezés akár mobiltelefonról is elvégezhető. 2024-től pedig az egyetemek határozhatják meg a tanulmányi pontok és az érettségi pontok számításánál figyelembe vehető tantárgyak körét, valamint azt is, hogy milyen tevékenységekért, eredményekért jár többletpont a felvételén.
Egészségtudatosság és általánosan javuló életminőség jellemzi az 50 feletti korosztályt, állapította meg 9 év után megismételt közvéleménykutatásában az egyik legrégebb óta működő hazai közvéleménykutató cég országos, 1000 ember megkérdezése alapján készült elemzésében. A felmérést összegezve megállapították, nem feltétlenül az életkor, inkább olyan mérföldkövek, mint a nyugdíjba vonulás, a gyerekek kirepülése, illetve a nagyszülővé válás jelent éles határvonalat a korosztály életvitelében. Korán sem 50, inkább 65 év körül érezhető éles átrendeződés a kiadásokban, szabadidős tevékenységekben, illetve visszaesés a mobilitásban, egészségi állapotban, tették hozzá. A célcsoport számára a leggyakrabban használt mobiltelefon kategória mára-már az okostelefon, a hagyományos készüléket alig harmaduk részesíti előnyben. Ugyanakkor a vizsgált háztartások 44%-ában továbbra is van vezetékes telefon, és sokak számára ez még mindig népszerű kapcsolattartási forma, állapították meg. Béri Balog Ádámra emlékeztek Szekszárdon. A néphagyomány szerint a Tolnai vármegye székhelyen egy szilfa tövében fogták el a brigadérost. Az ott létrehozott emlékparkban tartottak koszorúzást az egykori kuruc hadúr tiszteletére. Elfogásának vélt helyszínén Szekszárd határában emlékeztek meg Béri Balog Ádámról. Második Rákóczi Ferenc kuruc brigadérosát 312 évvel ezelőtt, 1711. február 6-án végezték ki Budán, miután 1710. október 28-án a város környéki harcokban a rácok bekerítették és foglyul ejtették. Egy olyan történelmi tényt szeretnénk ezzel tiszteletben tartani, ami a Rákóczi szabadságharcról szól. Ez azt jelenti, hogy 1703-tól 1711-ig tart ez a Rákóczi szabadságharc, aminek az egyik nagy vezére Béri Balog Ádám volt. Mikor Balog Ádám a kardját emelte, Sándor László akkor dandárt reávitte. Vedd fel, fiam, bátran németnek lövését, nem utasz szívednek semmi röttenését. A programra a szekszárdi Baka István általános iskola tanulói versekkel, dalokkal készültek. Bognár Cecil hozzátette, rendkívül fontos, hogy az emberek megemlékezzenek a múlt jeles személyiségeiről, legfőképpen a fiatalabb generációk. Ezért is volt lényeges, hogy az 1932-ben állított emlékmű 2022-ben megújulhatott. Azt hiszem, hogy minden ember szívében és lelkében, aki magyarnak tudja és vallja magát, ott kell, hogy legyenek ezek a nagyok. Az eseményen egy időkapszulát is elhelyeztek, ami térképeket emellett Béri Balog Ádámról és a Rákóczi szabadságharcról tartalmaz feljegyzéseket. Regionális híreink következnek. Nem a fölösleges kifizetésekre, a pécsi költségvetést ekészte a jobboldali politikus. Itt az influenza. Van olyan iskolai osztály, ahol 4-ből 3 gyerek már hiányzik. Zöldüstökös, még napokig látható az égi jelenség. Romokban a pécsi közösségi közlekedés, ezért ide kell a város pénze. Nem a tanácsnokoknak, cégvezetőknek prémiumként, vagy semmire sem jó tanulmányokra, politikai propagandára, mondta a költségvetésről az ÖPKDNP frakció vezetője. Kővári János szerint a baloldali városvezetés elképzelése ezersebből vérzik. Ez derült ki azon a tájékoztatón, amit a gazdasági alpolgármester tartott a képviselőknek az idei bevételekről, illetve kiadásokról. A tervek szerint február 15-én dönthet Pécs idei költségvetéséről a város képviselőtestülete. Ezersebből vérzik az idei pécsi költségvetés, mondta az ÖPKDNP frakció vezetője. Kövári János szerint olyan kifizetések vannak benne, amik teljesen fölöslegesek, nem a városban élőket szolgálják. Különböző biztosok, tanácsnokok, cégvezetők prémiuma, és még számtalan olyan tanulmánykészítések, pártpropaganda, a kommunikációs felületeken ezek helyett kellene a pécsiekre költeni a város pénzét. Ilyen lenne a pécsi buszközlekedés, ami romokban hever. A sofőrök mennek el a cégtől, mert kevés a fizetésük. Ezért késések, járatkimaradások vannak. Ezen változtatni kell, mondja a politikus. Egy 15%-os béremelést várnának a gépkocsi vezetők, és ebben az esetben biztosítható lenne a városnak a közlekedése, tömegközlekedése, de nem úgy tűnt, hogy a polgármester úr ezt fontosnak tartaná, úgyhogy én kifejezetten azt kértem, hogy legyen 15%-os béremelés, és
ennek a költségvetési sorát is meg tudjuk mutatni. Ez egy ilyen 350-400 millió forintos többlettámogatás lenne ahhoz képest, amit ők terveztek. Mi úgy gondoljuk, ennek megvan a fedezete. Ebből kell minél hamarabb emelni a buszvezetők bérét, de juttatni kell a belvárosi utakra, a volt Bóbita épületére. A Nemzeti Színház felújítása, működtetése pedig kiemelten fontos. Egy volt európai kulturális fővárosban sorolt a frakcióvezető. Ezekre szeretnék fordítani azt a pénzt, amit most a haveroknak ad a baloldali városvezetés, mondta Kővári János, a belváros képviselője. Mint ahogy beszámoltunk róla, nemrég tájékoztatta a sajtót és a jobboldali képviselőket a gazdasági alpolgármester, hogy milyen költségvetést állítottak össze 2023-ra. Erre reagált most a frakcióvezető. A pécsi közgyűlés elé február 15-én kerül a városi költségvetés, akkor szavazhatnak róla. Egyre többen hiányoznak a kaposvári iskolákból. A legtöbb diák influenza-szerű tünetek, illetve felső légúti megbetegedések miatt marad otthon. Van olyan osztály, ahol a tanulók 75%-a járt így. Gyerekek, ilyenkor tényleg nagyon fontos a vitaminbevitel. Kaptunk a héten is almát, ez a maradék, ki szeretne belőle? Minden nap kínálják friss gyümölcsökkel a gyerekeket a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskolában. Azonban így is egyre több a beteg. Ennek az osztálynak több, mint a fele hiányzik. Van, aki pedig nemrég gyógyult meg. Voltam náthás, meg sokat fájt a hasam, meg a fejem, és néha úgy éreztem, mintha a fülem egy picit így szúrna, meg fájna, és kiderült, hogy fülgyulladás, de most már sokkal jobban érzem magam. Ebben az elsős osztályban a diákok 75%-a hiányzik. Az oktatási intézmények tapasztalata szerint egy hét alatt jelentősen megnőtt a beteg tanulók, illetve a pedagógusok száma is. Nagyon sok a hiányzónk. A múlt héten a tanulók 10%-a hiányzott, mostanra már több lett ez, mint 10%. Van olyan osztályunk, ahol 23 tanulóból csak 8 kisdiák van jelen, mert a többiek betegek. Egyébként a kollégáim is elkapják a felső légúti fertőzést, 53 pedagógusból a múlt héten 13 maradt otthon betegen. Ez a tendencia jellemző a többi kaposvári intézményre is. Az iskolákban most gyakrabban mosnak kezet a gyerekek, és sűrűbben is szellőztetnek. A szülőktől pedig azt kérik, hogy a diákokat csak egészségesen engedjék közösségbe. Közel 1 kilométer hosszan erősítik meg a Desedai partszakaszt a tó kaposfüredi oldalán. A beruházásnak környezetvédelmi, biztonsági és idegenforgalmi hozadékai is lesznek. A tereprendezési munkálatok a tavalyi év végén kezdődtek meg a Desedán. Azoknak a fáknak a helyére, amiket most ki kellett vágni, még idén újakat ültetnek a horgászok. Épül egy olyan korszakos védmű a Desedán, amely még nem volt, a MOHOSZ és a város támogatásával. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke egy helyszínbejáráson arról is beszélt, hogy a desedai partvédelem évek óta napirenden volt már, most viszont pénz is jut rá. A tó ugyanis évről évre egyre nagyobb szeletet foglal el a partból. Ez a fák bedőlésével is jár. A vízbe jutó rengeteg zöld hulladék és a sok föld viszont eliszaposítja a medret, miközben egyes helyeken már a biztonságos gyalogos közlekedést is veszélyeztette egy-egy beszakadó partszakasz. Az fontos még hozzátenni, ez nem csak a horgászversenysportnak az érdekeit szolgálja, hanem az általános horgászatét is, hiszen olyan helyek alakulnak ki, a hétköznapok is tud normálisan horgászni. Én tovább megyek, hiszen itt egy kerékpárút is húzódik. Ha ez a partvédő mű nem épülne meg, ez a kerékpárút szerintem 3-4 év múlva a tóba landolna. Úgyhogy azt gondolom, ez egy multifunkcionális dolog, amit készülni fog, és szolgálja mind a horgászversenyzők, a horgászok és a kerékpárosok érdekeit is. A Deseda partját most 850 méter hosszan erősítik meg a szakemberek. A munkálatokkal várható a március közepére végez a kivitelező. Az alámosott part az tulajdonképpen hát minimális feltöltéssel egy rézsű lesz kialakítva, egy földrézsű. Ez le lesz döngölve, és terfil fóliával le lesz takarva. Ez a terfil, aki ismeri, ezt tudja, hogy közel 2 mm vastag, tehát kőkeményes, tartós, és erre kerül rá ezek a nagy terméskövek, míg a teteje az pedig az utolsón 15-20-30 centi, az egy kisebb kővel lesz borítva, tehát hogyha valaki a part szélére lelép és ki akarja meríteni a halat, akkor az nem okoz balesetet.
A partvédelem ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Deseda a jövőben is számos rangos hazai és nemzetközi horgászviadalnak, vagy éppen futóversenynek adhat otthont biztonságos körülmények között. Bár szabad szemmel nem igazán látványos, távcsővel azonban gyönyörködhetünk a zöld üstökösben, mondta el stábunknak a Magyar Csillagászati Egyesület üstökös szakosztályának vezetője. Nagy Mékóti Ákos hozzátette, hogy még egész sokáig észlelhető a jelenség, melyet az északi égbolton érdemes keresni. Ez a zöld üstökös, amely a földhöz közelít. A csillagászatért rajongók már vadásznak rá, néhány fotó el is készült az égi jelenségről. Az üstököst úgy kell elképzelni, mint egy piszkos hógolyó, magyarázza a szakértő. A nap közelébe érve az illékony jegek felolvadnak, a napszél hatására pedig a naprendszer külső része felé távoznak, ez alakítja ki a csóvát. A zöld színét pedig a cianittól kapja. Az, hogy mikor volt itt utoljára és mikor látható legközelebb, sok mindentől függ. Az egyik számítás szerint 50 ezer éve, egy másik számítás szerint 49 millió éve járt itt ez az üstökös. Az, hogy hány üstökös látszik az égen ma éjszaka, arra én azt tudom mondani, hogy 17-et biztosan meg lehet figyelni egy közepes távcsővel, fotografikus úton. Van másik kettő olyan üstökös, aminek szintén zöld a színe, csak nem ennyire fényesek. Inkább ez a ritka, 20 évente fordul elő az, hogy szabad szemmel látható üstökös látszik az égbolton. 2 éve volt egy ilyen, éppen csak szabad szemes volt, ami a csóját is lehetett látni. Ez meg ott a szabad szemes láthatóság határán mozog az üstökös, de csak pár napig, utána el fog halványulni. Megfigyelhető lesz még hosszabb ideig távcsővel, 2-3-4-5-6 hónapig, de szabad szemmel csak 1-2 nap. Az üstököst februárban még sokszor lehet látni, mondja a Nagy Mékóti Ákos. Szabad szemmel azonban kicsi az esélye, hogy látványos képet kapunk a jelenségről. A szakember azt javasolja, hogy ne a hold mellett keressük az üstököst. Napnyugta után az északi égbolton válik láthatóvá, és gyorsan mozog dél felé. A pólustól az Orion csillagkép felé halad. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Pusztított a szélvihar, autókra dőlt fához és leszakadt tetőhöz is hívták a tűzoltókat. Átalakítják a parkolási rendszert Tamásiban, a Kossuth teret érintő változásokról egyeztettek a tervezőkkel a képviselők. Szilveszterkor késett, 2 férfit súlyosan, egyet pedig könnyebben sebesített meg a román férfi. Béri Balog Ádámra emlékeztek, a kuruc vezér vélt elfogásának helyszínén rótták le tiszteletüket. Kedden szélcsendes, napos, jelentős időjárási eseményektől mentes időnk lesz. A hajnali erősebb fagyról napközben jellemzően 1-2 fokkal fagypont fölé enyhül, de lehetnek fagyos területek is. Késő délután este előfordulhat mérsékelt felhősödés csapadék nélkül. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!